Ebben a kísérletben a hidrogéngáz molekuláinak mozgását vizsgáljuk. A hidrogén színtelen, szagtalan, a legkisebb moláris tömegű gáz. A laboratóriumban könnyedén előállítható az úgynevezett KIP-készülék segítségével, amelyben cink és hidrogénklorid oldat reakciója közben keletkezik. Töltsünk meg nagyméretű főzőpoharat hidrogéngázzal. Ehhez tartsuk az edényt szájával lefelé, hogy a kis sűrűségű gáz kiszoríthassa a levegőt. Ezután helyezzünk a főzőpohárba manométerhez csatlakoztatott mázatlan agyaghengert. Figyeljük közben a mérőeszközt. Látható, hogy a manométer két szárában nem egyforma a vízoszlop magassága, amely arra utal, hogy az agyagedényben megnőtt a nyomás. Ez állandó hőmérsékleten csak úgy lehetséges, ha nőtt az állandó térfogatú edényben levő molekulák száma. Ha az agyagedényt kivesszük a főzőpohárból, a nyomás újra a kezdeti, a külső nyomásnak megfelelő értéket veszi fel, ahogy azt a manométer jelzi. Tehát a porózus anyag átjárható volt a hidrogén molekulák számára, a folyamatnak pedig az edény falának két oldalak közötti koncentráció különbség volt a hajtóereje. De vajon a levegőt alkotó nitrogén és oxigén molekulák számára is átjárható az edény fala? Nézzük meg ezt egy egyszerű kiegészítő kísérletben. A levegőt tartalmazó agyaghengert kössük össze a manométerrel, és közben figyeljük a műszert. Látható, hogy a nyomás kismértékben megnőtt az edényben, aminek az az egyszerű oka, hogy a dugó behelyezésekor kissé csökkentettük az edény térfogatát, így növelve a levegőben levő molekulák koncentrációját. A létrejövő hajtóerő hatására bentről kidiffundáló részecskék miatt néhány pillanat múlva újra egyensúly lesz az edény falának két oldalán, amit a nyomás kiegyenlítődése jelez. Tehát valójában a hidrogén diffúziója esetén a nitrogén, illetve oxigén molekulák is átdiffundáltak az agyagfalon a hidrogén molekulákkal ellentétes irányban. A nagyobb moláris tömegű gázok diffúziója lassabb, amelynek oka a részecskék átlagsebességének különbségében keresendő. Azonos hőmérsékletű gázok molekuláinak átlagos mozgási energiája egyenlő, amelyből a moláris tömegek segítségével az átlagos sebesség nagyságok aránya két gázra könnyedén megadható. Az összefüggés szerint a hidrogén molekulák átlagosan négyszer akkora sebességgel mozognak, mint az oxigén molekulák, így tehát a hidrogén diffúziója is jóval gyorsabb, ahogy azt a kísérletben tapasztaltuk.